Rajtőtnek az egyik gyanúsítottan ezen a felvételen a kommandósok. A NAV pénzügyi nyomozói derítették fel azt a céghálót, amely jelentős kárt okozott a központi költségvetésnek. Tevékenységét tekintve hivatalosan mosásra, takarításra és személybiztonságra szakosodtak, de valóságban nem végezték ezeket a tevékenységeket, illetve nem azon a szinten, ahova a számlázás alapján elvileg mutatott volna az ügy. A megalapozott gyanú szerint elsődlegesen Pest megyében működő bűnszervezet további Heves és Győr-Moson-Sopron vármegyében működő vállalkozásokat is beszervezett ebbe a bűnszervezetbe, és gyakorlatilag az alsó szinten működő cégek, azok bukó cégek voltak. A szervezet más szintjein ténylegesen dolgozó munkavállalókat névleg ide jelentették be. Az adót, valamint a járulékokat viszont nem fizették meg utánuk. Gyakorlatilag a bűnszervezet nem végezte el ezt az őrzésvédelmi, illetve takarítási és mosási tevékenységet, viszont ezekről a valótlan tevékenységekről mégis fiktív számlákat állítottak ki nagy mennyiségben. A fiktív számlák ellenértéke aztán a fővállalkozókhoz folyt be, akik a munkavállalókat még kifizették belőle, de a fennmaradó összeget maguk és a megbízók között szétosztották. A visszaosztásnál elég komplex pénzvisszaosztási metodikát alkalmaztak, ezt is feltárta a nyomozás. Ezzel a módszerrel jelentős haszonhoz jutottak a bűnszervezet tagjai. Az elkövetők tevékenységükkel közel 900 millió forint vagyoni hátrányt okoztak. A vagyoni hátrány megtérítése és a bűnszervezet felszámolása érdekében szervezett akcióban nyomozók, revizorok, járőrök és IT szakemberek dolgoztak, a főgyanúsítottat pedig a Merkur speciális taktikai osztály kommandósai ébresztették. Az akció napján 20 gyanúsítottat állítottak elő és hallgattak ki a nyomozók, az ő számuk viszont a nyomozás során még további személyekkel bővült, így most 22 fővel szemben javasol a Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága vádemelést. Az elkövetési érték, illetve a minősítő körülmények miatt jelentős büntetési tétel kiszabására számíthatnak a fő elkövetők. Az elkövetők, mivel különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt történhet vádemelés, akár 20 év szabadságvesztésre is számíthatnak, különösen azok, akik a főgyanúsítotti körben szerepelnek, illetve azok a megbízók, akik esetében a vagyoni hátrány értéke akár több százmillió forintra is rúg. A vagyonbiztosítás érdekében szintén ugye fontos lépéseket tettek a nyomozók az akcióban. Itt közel 800 millió forint értékű vagyont sikerült biztosítani, ingatlanokat, gépjárműveket, céges vonatkozásban és magánszemélyek esetében is számlapénzeket, valamint céges tárgyi eszközöket és vevőköveteléseket is sikerült foglalni, illetve zár alá helyezni. A lefoglalt céges tárgyi eszközök között például egy komplett mosoda berendezései is szerepelnek. Ezeken kívül az elkövetők általi önkéntes befizetésként további 10 milliók térültek meg, amit a NAV megfelelő számláin fizettek meg a gyanúsítottak.